pillanatot kiragadni belőle. Hányszor néztétek vissza ezt a párkört, és milyen érzésekkel? Amúgy meglehetősen nem sokszor. Az utolsó két kört, amit szerintem, vagy két-három kört, amit felraktak az internetre, azt megnéztem többször, de az egész futamot tegnap néztem meg először anyukámmal együtt, amikor már hazértünk, és hát ott is megmosolyogtam azért a végét, mert tényleg mindig elég hihetetlen. De most már az úgy kezd titeregni, vagy bizseregni, hogy mi van. Milyen érzés bécsiként olimpikonokat köszönteni? Zseniális, ez egy felhetetlen érzés, és nagyon jó. Ti mit sportoltok? Hogy kijöttetek most ide? A PSN aerobikozunk, PSN aerobik szakosztály. Érzés Pécsinek lenni ilyenkor, amikor olimpikonokat köszönhetünk. Várható volt szerinted az aranyérem? Hát benne volt a pakliba, igen. És azt hiszem, hogy nagy-nagy bravúr volt itt a végén, hogy ezt mégis összehozták. Mit sportoltok? Kislányom korcsolyázik, most kezdtük el idén. Hú, és milyen élmény volt ezt látni neki? Nagyon nagy. Gyorsforcsás akarok lenni, körül 5 éves voltam, amikor ezt mondtam a szüleimnek, hogy nem engedtek le, mert hogy még túl pici voltam, úgyhogy ilyen 6 évesen kezdtem hokikorival, és 7 évesen kezdtem el gyorskorival. Először hokikorival, aztán... Akkor voltak sérülések, gondolom. Voltak, igen, az elején többször feküdtünk a jégen, mint amennyiszer álltunk, de szépen lassan beletanultunk, úgyhogy azért egy idő után már jól ment. Azt meséld el nekem, hogy amikor a nyakadba tették azt az érmet, mi volt az első gondolatod? Fú, hát azt nagyon hideg van, mert nyílt téren adták ránk ezt az érmet, és beszéltük is. Amúgy, hogy reméljük, hogy jó nehéz érem lesz, és majd lehúzza a nyakunkat, de még mi is meglepődtünk, mert tényleg nagyon nehéz volt az, ha jól tudom, fél kilós az érem, úgyhogy tényleg lehúzta a nyakunkat. Mit üzensz azoknak, akik most húzzák fel a koricipőjüket? Sok kitartást. Ez nem azon a sportok egyike, ami csupa öröm és boldogság, hanem itt keményen kell edzeni, és ez egy kemény sport, emberpróbáló sport, de sok kitartást és szerencsét hozzá, mert egy nagyon szép sport egyébként.